Jó estét mindannyiuknak. Hát itt az előbb a híradós ajánlóban már említettem, hogy mi lesz a mi első témánk, de az első is sok mindenről szól. Az MSZP politikusa a vendégünk, Haragoz úr. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. A déli határon kialakult érdekes állapotról kívánnám először kérdezni, hogy van áram vagy nincs áram. Önmagában szinte nonsensz, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy van egy kerítés a teljes déli határszakaszon. Leginkább azt hiszem a szerb oldalról érvényes ez, a horvát szakaszon ez nem épült meg, tehát nem a teljes szakaszon, ahol áram lehet a kerítésben. Erről ön tudott korábban? Nézd, én is nagyon-nagyon ideges lettem ma délután. Próbáltam tájékozódni, miről van szó, mert az Index cikke is sokat változott néhány óra alatt. Az első hírek azért azok nagyon hajmeresztőek voltak, ami arról szólt, hogy áram van a kerítésben, ki is van táblázva, és hogy egy munkást annyira meg is rázott, hogy kórházba került. Arról ugyanis, hogy olyan elektromos rendszerrel fogják felszerelni a kerítést, ami az érintést érzékeli, arról volt szó, és minket is tájékoztattak a bizottsági ülésen, kértek is rá jó sok pénzt, és hogy őszinte legyek önnel, hogy alapvetően mi ezt támogatjuk, mint technikai megoldást, bármilyen technikai megoldást, a hőkamerákat, a bármilyen olyan technikai megoldást, ami lehetővé teszi, hogy ne, és nagyon sokszor beszéltem róla, ne Borsod megyéből vigyék le busszal a rendőröket, akik egyébként nem tudnak ott helyben az emberekre vigyázni, hanem olyan technikai megoldásokat építsenek ki, ami feleslegessé teszi ott a több ezer katona és rendőrnek a folyamatos jelenlétét. Ez például ilyen, hiszen arról szól, hogyha valaki hozzáér a kerítés, ez nem arról szól, hogy megrázza, hanem arról, hogy benne a központban elkezd világítani egy kis lámpa, és akkor járőr oda megy, és megnézi, hogy mi történt, ahelyett, hogy éjjel-nappal ott ácsorognának a rendőrök. Ez az alapsztori. Amit ma délután lehetett olvasni első körben, az azért volt hajmeresztő, mert összekötve azzal, hogy egy munkás annyira megrázott, hogy kórházba került, ez a kettő valahogy kizárja egymást, hiszen amiről én beszélek, az egy olyan gyenge áramú rendszer, ami fizikailag nem tud megrázni senkit. A kis vasút, amivel megy otthon a gyereknél, meg nem tudom. És aztán, ha jól értettem a helyzetet, hiszen az egyik legnagyobb hiba megint az volt, hogy, és majd át fogjuk kötni, szerintem a következő téma az a bojkotthoz, vagy éppen a híradóban elhangzott kérdés az, hogy Hadházi Ákos büntető feljelentést tett az egyik államtitkár ellen, hogy egyszerűen a magyar kormány tagjai olyan szinten engedik meg maguknak azt, hogy nem válaszolnak és nem tájékoztatják az embereket, hogy az már vérlázító és ilyen szempontból is gondot okoz, hiszen a BM annyit adott ki válaszként, hogy korai lenne erre válaszolni. Nem tudom mire, hogy van-e áram a kerítése, vagy nincs, az nem tudom miért korai, tehát hogy lehet, hogy délután 6-kor lehet csak, vagy nem tudom, mitől korai. Mert hogy, és várjon a kedves nép, mert majd jön egy kormányhatározat. Ami nekem az a válasz, hogy igen, jól látjátok, de fogjátok be a szátokat, mert most papírozzuk le. Hivatalosan nincs, de majd csinálunk hozzá ez papírt, igen, is, hogy legyen. Igen, majd mindjárt lepapírozzuk, és akkor nincs itt semmi. Ráadásul ugye az a cifről, hírek arról szólnak, hogy a magyar-szerb határszakaszon miközben 10 kilométerről beszélünk. Igen. Tehát ez a diadalmas bejelentés szakasz. Egy kísérleti szakasz. Igen, gondolom, egy kísérleti szakasz, ahol kipróbálják ezt, hogy működik-e, és hogy hatékony-e, vagy nem. Tehát még azt is tudnám önnek mondani, hogy ezt normálisan csinálnak, normálisan kommunikálnak, akkor valószínűleg ebből nem is lett volna a probléma. Ha valóban nincs köze egyébként a munkás balesetének ehhez, mert még egyszer mondom, egy gyenge áramú rendszer nem tud senkit megrázni, úgyhogy kórházba kerüljön. Tudom, hogy nem munkavédelmi vagy szakember, de nem kellene kiírni amellett, hogy vigyázzat elektromos kerítés, mert ezeket a táblákat lehet látni valóban azon a határszakaszon, hogy hány voltos az az áram, ami ott fut abban a kerítésben? Tehát nem kellene arról tájékoztatni az embereket, hogy agyoncsap, vagy megcsíp? Azt szokták írni, ugye tényleg nem vagyok ilyen nagy szakember, vagy azt szokták írni, hogy ez a nagy feszültség életveszély, vagy azt szokták írni, hogy elektromos kerítés gyenge áram. Tehát hogy amiről az emberek tudják, tehát, hogy akkor igen. Abból nekem nem lehet elvileg bajom. De befejezve, az Index már délután megjelentetett egy BM által, tehát a Magyar Belügyminisztérium által, na nem Magyarországra, és nem a magyar sajtónak, és nem a kedves magyar választópolgárnak, és az itt élő embereknek szóló közleményét, ami még egyszer mondom, egy ilyen semmit mondó, tehát szerintem kifejezetten vérlázító ötsoros közlemény volt, hanem amit egy külföldi médiumnak küldtek el, mert azért szerintem ők is érzik, hogyha ez kicsit itt felkavarodott volna, és lenne bármi alapja, abból világbotrány lenne, ha tényleg áramos kerítést építene Magyarország. És ott szépen leírták, hogy igen, ez egy kísérleti szakasz, 10 kilométer, egyébként csak arra lesz jó, hogy a szabotázs elleni védelemre, és jelenleg nincs is működésben, hiszen nincsen azt még írták, befejezve. Hogy a kerítésben nincs áram vezetve, a jelzőrendszer működése igényel csak villamos energiát. Így. És azt mondja már meg nekem valaki, hogy ezt miért nem lehet a magyar polgároknak is ugyanezt a közleményt kiadni?
De miért csinálják ezt ezek az emberek? Miért ez a közlemény tartalmaz az igazságot? Ezt például ön tudja? Hát nézze, ezt a, hogy mondjam, ez a közlemény, ez teljesen koherens azzal, amit fél éve bejelentettek, hogy fognak csinálni egy ilyen rendszert. De akkor miért sumákolnak? Ezt nem értem. Tehát valószínűleg azért... Mit akarnak elrejteni, hogyha nincs mit elrejteni? Nézze, amikor én fölteszek egy írásbeli kérdést a belügyminiszternek, hogy mit tudom én, hány tyúk ül a tornácon, hány darab, és azt a választ adja, hogy egyébként Magyarország jobban teljesítés az elmúlt 8 év. Tehát amikor olyanokat kérdezek, ami még csak nem is botrány, csak kérdezek egy szám, a létszámhelyzetről, bármiről, és ma megengedik maguknak azt, hogy egyetlen egy írásbeli kérdésre sem adnak értelmes választ. Én azt gondolom, hogy itt a nagy fokozott kampány hajrába lehet, hogy ki van adva a Fidesznél, ezt mondjuk tőlük egyáltalán nem csodálnám, hogy itt, aki botrányba keveredik, az fenékbe lesz billentve, ezért inkább senkinek semmit nem mondanak. Volt itt egy másik történet, és annak alapján én azt gondolom, hogy lehet, hogy senkinek fogalma nincsen arra, hogy a másik asztalnál ki mit csinál. Ugye a Honvédelmi Bizottság ülését kellett felfüggeszteni néhány nappal ezelőtt. Egy egyszerű kérdést tettek fel, hogy az iraki missziót milyen alapon, kinek a kérésére hosszabbítják, és töltik fel plusz létszámmal. És akinek kellett volna tudnia a választ rá, ő nem tudta erre a választ. Honvédelmi minisztérium államtitkára jutott egy kollégájával, és azt képzelje el, hogy annyit kérdeztünk, hogy mennyibe kerül, hol van ez a költségvetésbe, miért megyünk, miért lesz több katona, miért lesz kiterjesztve egész Irak területére, mert ezeket a változásokat hozzák most be, és miért kerül be a szövegbe az, hogy katonai segítség, nyújtás és tanácsadás, tehát mi fog változni a feladatellátásba. Nem tudják, mennyibe kerül, nincs még rá pénz, nem tudja, miért kell igaz. Ez volt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, aki egy idő után így az izzadság cseppeket törölgette a fején. És de gondolja, hogy az abszolút... beosztottjai mennyit tudnak, ha ő adja az utasítás, és ő sem tudja. Fogalmam sincs, hogy mi zajlik itt. És gondolja bele azt az abszurd helyzet, amikor Kósa Lajos azt mondja, hogy na jó, akkor ebből itt elég volt. Befejeztük, vita felfüggesztve, ezért nem is lesz róla szavazás jövő héten. Egyébként ez egy kétharmados törvény, ami nincs meg az ellenzék nélkül. És a legalapvetőbb kérdésekre nem tudnak válaszolni, és azt mondta, hogy oké, akkor Szijjártó Péter, Simicskó István, titkosszolgálati vezetők, vezérkarfőnök, legyen kedves bejönni és válaszolni a kérdésekre, mert ez már neki is gondolom sok volt, hát illetve kevés. Na ennek és egyében ott, vagyok én kíváncsi arra. Ott szakadt el a cérna, mert ezen szerintem még nevetni is lehet, vagy inkább sírni. Akkor megkérdeztük, hogy volt-e felkérés a misszió meghosszabbítására, erre azt mondja a Magyar Köztársaság Honvédséget felügyelő államtitkára, hogy ezt kérdezzék meg Szijjártó Pétertől. Tehát kérdezzük meg Szijjártó, nem is a külügyminiszter, Szijjártó Péter rendelkezik a magyar hadsereg fölött, tehát így kufárkodik vele, vagy én nem tudom. És a Magyar Honvédség honvédelmi államtitkára nem tudta megmondani, hogy a katonai missziónkat egyébként jött-e felkérés, hogy meghosszabbítsák, és az volt a válasz, hogy kérdezzük meg Szijjártó Pétert. Hát jobbat ígérték, vártam egy jó poén, de ez inkább sírnivaló. Viszont az jutott eszembe, hogy ezeket nem fogják tudni elmondani annak a kormány sajtónak, amelyik folyamatosan azt mondja az embereknek, amit önnek szokott mondani, és ezek szerint a kérdéseire a parlamenti patkó túloldalán ülő kormány oldal, hogy Magyarország jobban teljesít, meg mit tudom én. És ez így marad, mert önök nem fognak velük beszélni. Nem fognak az ottani olvasókkal, tévénézőkkel sem beszélni. Nézze, nincs semmi értelme, hogy beszéljünk, mert átléptek egy olyan színvonalat, ami az elmúlt években sem volt tapasztalható. Tehát az, amikor konkrétan teljesen tudatosan hazugságot írnak le, és nem érdekli a következmények. Vagy mondunk valamit, és annak az ellenkezőjét írják le, vagy hozzák le. Tudok konkrét példát is mondani. Mondjon. Csak hogy értsék. Ez például Botka Lászlóval történt legutóbb, természetesen személyépügy, ahol az egyik ilyen csodamédium leírja, hogy tényként, hogy hát azért nagy botrány ez, és valahogy meg kell magyarázni, miközben a Botka Lászlónak egy magáncég botrányához, mert ugye ezt azért keményebb képzettársítás, mert hogy Szeged minden egyes beruházását szinte a személyéppel építette. Majd Botkát megnyilatkoztatják, és mondja, hogy elnézést nem, hogy sem, majdnem mindegyiket, hanem egyetlen egy szerződése nincs, amióta ő polgármester Szeged megyei jogú városnak, vagy volt a személyép című céggel, majd lemegy a híradó, és azt mondják, elmondják ezt a nagyon sok szerződést, majd hozzáteszik, hogy, és ezt Botka László is megerősítette. Akkor mondja meg nekem, minek? Tehát akkor ez mi? Ez médium? Ez hír? Nem, ez egy hazugsággyár, amiben eszköz mindenki, még azok is, akik dolgoznak benne. Ez egy központilag vezérelt, akármelyik rendszert hozhatjuk,
központi hírgyártás zajlik, és hírmegrendelés van. Ilyenkor önök mit tudnak tenni? Nézzük meg ezt a konkrét példát. Botka László gondolom kért helyreigazítást, pert indított. Csak múlt héten hármat nyert meg, és ezen a héten is lesz két döntés. Ha jól emlékszem, a Tények ellen, a 888 ellen megnyerte a pert, de ezek már mind csak arra jók, hogy egyrészt leállítsák ezt a hazugsággyárat, másrészt majd egyszer meg fog jelenni, hogy valótlanul leállították, miközben legalább, mint a vízállás jelentést óránként. Hogyan fognak beszélni azokkal az emberekkel, akiket megszólítanák, akik nem az MSZP törzs szavazói? Ugye azt szokták mondani, hogy van 1 millió ember, aki akkor is az MSZP-re szavaz, hogyha háttal kell bemenni a szavazófülkébe, de az összes többit valamilyen módon meg kell szólítaniuk. Az nem lesz elég. Ez egy új sajtó világ, amiről érdemes beszélni. Egyrészt az ATV egyenes beszédén keresztül nagyon remélem, hogy nagyon sok olyan embert el tudunk érni, aki nem a mi törzs szavazunk. És nyilvánvalóan abban is bízok, hogy minél több színvonalas műsor tud még lenni és maradni, amelyiket mások is megnéznek, mondjuk nem csak a saját oldal. De ez egy új világ most. Az új világ arról szól, hogy ez a Habony és Mészáros által tulajdonolt új médiakör, amire mondtam, hogy tehát nincs már hírszerkesztőség, se megkapják, hogy mit kell leadni, és jó napot kívánok. Ez eléri, és ez egyben tartja információval, látja el, és hergeli azt a másfél-két vagy 2,5 milliós fideszes bázist, amelyikre szüksége van Orbán Viktornak, hogy élete végéig hatalmon maradjon. A többi nem érdekli őket. Tehát nem érdekli őket, de hogy az hazudnak egy múlik, nagyot. De ez a másfél-két millió elége tényleg? Egyrészt nyilván azon is sokat kell dolgozni minden ellenzéki pártnak, és ha valaki most végignéz a közterületeken, akkor azért látja, hogy dolgoznak rajta többen is, hogy legalább ebből a másfél-két milliós táborból is az értelmesebbre rájöjjön már, hogy az óránál fogva vezetik. Tehát ez is az egyik feltétel, hogy ez minél kisebb legyen ez a tábor, és természetesen utána pedig jön a még fontosabb, amiről Botka László folyamatosan beszél, amióta elindult, és ez a stratégia lesz, amit végig fogunk vinni, hogy nem a saját 1 milliós bázisunknak kell mindenféleképpen megfelelnünk és csak azt egybetartani, hanem a másik 1 millió, amelyik egyébként már többször szavazott a baloldalra és konkrétan az MSZP-re, azoknak az embereknek elfogadható programot kell hirdetni, és egy olyan hiteles csapattal kell felállni legkésőbb ősszel, amelyik miatt hajlandóak lesznek visszajönni. A bojkot eldöntötték? Nem kell az elnökségi döntés? Az elnökség tárgyalta. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy akinek ez nem tetszik nálunk házon belül, az legyen kedves kezdeményezze a döntés megváltoztatását szépen csöndbe házon belül, ha valakinek ez nem tetszik, mert hallom, hogy van egy kis hírig. Egyébként meg amíg ez így van, addig meg mindenki tartsa be, ez az egy dolga van, és nagyon remélem, hogy lesz következménye annak, ha bárki nem tartja be. Mert azért, ha egy párt kormányra készül, akkor például az első lépés az, hogyha hoz egy döntést, akkor abból látszani kell, hogy be is fogja tartani. Ez az én véleményem, és ha úgy tetszik, akkor egy kicsit üzenetem is. Én el tudom képzelni, és tudom fogadni azt, hogy valakinek nem tetszik egy döntés, akkor meg lehet házon belül. Tudjuk ezt nevesíteni? Kinek üzent? Nem. Én nem tudom, azért akkor legyünk köszöntek, beszélgettünk itt előtte. Én el nem tudom képzelni, én a saját környezetemben a képviselőtársaim közül mindenkitől csak azt hallottam, hogy na végre. Tehát nem tudom, hogy kinek nem tetszhet, de akinek nem tetszik, az egyre tartsa be, és hogyha nem tetszik neki, változtassa meg a döntést. De én azt gondolom, hogy ez egy, sajnos azt kell mondom, hogy ez egy jó döntés, mert nincs értelme hazugsággyárral, nincs értelme beszélni. Ellenfél, vagy ellenoldal, vagy ellen más értékeket valló újsággal, vagy médiummal beszélni, meggyőzni őket és az olvasóikat, annak van értelme, sőt, egészen szép kihívás. De ez már régen nem az. Hát mi várjuk önöket is, szeretettel ezután is. Köszönöm szépen.